TASZ 2013-ban beperelte a Heves megyei rendőrfőkapitányságot a gyöngyöspatai eseményekkel kapcsolatban. 2011 tavaszán a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tagjai megszállták Gyöngyöspata cigány sorát, ahol polgárőrnek titulálva magukat hetekig járőröztek egyenruhában. A rendőrség, bár nagy erőkkel jelen volt, nem akadályozta ezt meg. A rendőrségnek nincs arra jog felhatalmazása, hogy fellépjünk velük szemben. Szerintünk viszont a rendőrségnek fel kellett volna lépnie, hiszen nyilvánvaló volt, hogy az Egyesület nem törvényes polgárőr tevékenység végzése céljából, hanem a romák zaklatására, megfélemlítésére érkezett a településre. Erre számtalan körülmény utalt, többek között a nyílt kapcsolat a feloszlatott Magyar Gárdával. Hatalmas nagy címert, arra az van ráírva, hogy Magyar Gárda. Igen, igen. Rosszul látok? Hát ők hozták magukkal egy zászlójukat, ez gondolom egy ez előtt lévő alakulatnak lehet a zászlója. Kis Róbert, Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, megbízott szolgálatvezető. Ön korábban volt egy másik szervezetnek is a vezetője, nem? De igen, igen. Melyik volt ez a szervezet? Ez a Magyar Nemzeti Gárda, Új Magyar Gárda, Magyar Gárda, voltam úttörő, kisdobos. Kik itt vannak, ők most kicsodák? Polgárőri tevékenységet látnak el, nyilvánvalóan, hogy haj az a ruhájuk a gárda ruhájára. Mégiscsak ugyanazok a személyek vannak, akik hát egyébként korábban a gárdában nem is nem teljesen azért, de lényegében abból szerveződött ez a polgárőrség, tehát ez tagadhatatlan. Egy riporter három kérdésből kideríti, hogy minimum a gyanúja fönnel annak, hogy a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület az a Magyar Gárdának egy utódszervezete, mert pedig felosztatott társadalmi szervezetben való részvétel az már akkor is szabálysértés volt. Nem egy szervezetszerű, úgy mondom, jogutódlásról van szó, valószínűleg is elképzelhető. Szervezetszerű jogutódlás, a rendőrségnek akkor szerintem ez nem is volt igazán vizsgálódási kötelezettsége. A rendőrségnek elegendő információ állhatott volna a rendelkezésére, hogy a hasonlóságot a Magyar Gárdában ne lehessen nehéz megállapítani. A Magyar Gárda úgynevezett járőröző tevékenység. A Magyar Gárdán a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületre gondolom? Igen. Bírói kérdésre tanul, én a Magyar Gárdán a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületet értettem. Mi lehetett az oka, hogy a helyi roma kisebbség ilyen ellenérzésekkel viseltetett ez iránt, a járőrzés iránt? Valószínűleg azonosították őket a szélső jobboldali. A roma helyi kisebbség... A Jobbik szervezte ezt a rendezvényt, a Szebb Jövős Polgárőrség, mint biztosító vett részt ebben a felvonulásban. Azt néztem meg, hogy bejegyzett cég, bejegyzett szervezet. Ön számára kiderült az, hogy ez egy etnikailag motivált járőrzés, vagy ez fel sem erőtlenben? Egyrészt nem tudnék ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozni, hogy ez járőrzés lett volna. Mit csináltak? Sétáltak és beszélgettek? Mit csináltak? Igen, konkrétan erről volt. Előrökön kívül egy ruhában más nem volt jelen a községben? Most kérdés, hogy ki mit vesz egy ruhának? Mackóba, frakba voltak, vagy ide voltak tehát? Hát egy ilyen fekete ruhában voltak. Mire voltak, hogy mondtam? Fekete ruhában voltak. Tehát a feleségnek is van sok fekete ruhája, ők szeretik a fekete ruhát, ez bármit akar. Fekete színű, most a színére mondom, hogy így lehet őket jobban megkülönböztetni mondjuk egy átlagos embertől, aki éppen mondjuk pont nem fekete ruhát visel. De ezek a fekete ruhák, ezek különböző fekete, vagy azonos típusú fekete ruhák voltak? Hogy érted? Azt hiszem, hogy a hátukon volt kiírva, hogy Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület. Akkor ezt kimondhatjuk az ön szemnek, nem volt semmiféle cigány ellenes motivációnak az egész egyesület. Nem, nyilvánvaló, hogyha lett volna, akkor abban intézkedésük. Annyit tud-e, hogy a Magyar Gárdát, illetve a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületet mely embercsoport jogainak a sérelme miatt oszlatta fel a bíróság? Most, hogy ki akarja velem mondani, hogy a roma kisebbséget érzi, igaz? Igen. Természetesen. Ki lehet-e azt mondani, hogy nem a virágok locsolására és a kertek kapálgatására jöttek ők a romló közbiztonsággal indokolták a helyi úgynevezett járvezet. Világosan ebben beleszűrték azt is, hogy a helyi roma kisebbség kriminalizáltsága oly magas, hogy indokolt ez a plusz járőrzés. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy az adott időszakban törvényes fellépésre nem volt jogi lehetősége. Bejöttek a kártisták, csak a szemüket láttunk, mert még az autók is el voltak arra. Arra keltünk fel, hogy ők ott énekelnek, szakadjából menetelnek. Követték önöket? Persze, szó szerint. És ők így voltak, hogy tudja? Most nem.
fogalmunk nincs, mint csak rettegtünk. Féltek a romák ettől a szervezettől? Legalábbis nekem ezt mondták. Ott álltak az iskola kapuba, amikor már mentek a gyerekek. Mert még óvodában is, amikor mentek a gyerekeket, vitték, akkor is ugyan féltek tűnik a gyerekek. Még mai napig is fél. A kislány is félt, fél a mai napig is. Most nézze azt, hogy ön valamitől fél, amitől én nem félek. Érti? Egy becsületes ember, ha csupán sétálnak az utcán, attól nem kell félni. A rendőrség, hát a rendőrség. Ennek a megszületésére nem tettünk félnéseket? Szerintem nem. Akarok minden nap kimentük, nem lehetett a lábad. Mindig igazoltatták önöket? Igazoltatták. És ezeket az embereket mondta, hogy gárdisták meg, akiknek csukjája volt, őket is igazoltatták? Nem. Őket soha? Soha. Állandó jelenlegben, amikor ők járőröztek, és ezt az út közepén tették, ennek ellenére úgy, hogy a rendőrök szeme látára, és rajtuk keresztül jöttek át az egyenruhások, őket nem büntették, nem figyelmeztették. Helyi roma vezetőkkel tárgyalva jelezték nekem, hogy nagyobb mennyiségben intézkedtek velük szemben a rendőrök, mint szerintük mással. Van két népcsoport, és az egyik népcsoportot büntetem azért, amit a másikét ugyanaz nem. Ne legyünk naivak, van a cigányság részéről a rendőrség felé egy ellenérzés, tehát ez benne van, volt ez a szedjövős, vagy éppen a betyárságos megjelenés, tehát nyilván akkor nagyon kellünk is. És, de van olyan szituáció, amikor már azt mondják, hogy hát jobb lenne, hogyha ha nem lenne itt a rendőrség, mert akkor mi tudunk focizni az úton, stb. Szóba került ugye a Magyar Gárda, illetve a Magyar Gárdát feloszlató bírói ítélet, azt el tudná nekem mondani, hogy miért osztotta fel a bíróság a Magyar Gárdát? Felvelésügyi képviselő kérdésére tanú, azt nem tudnám elmondani, hogy a Magyar Gárdát miért osztotta fel a bíróság. Van a rendőrségnek már nem csak a jogszabályok absztrakt szövege állt rendelkezésre, hanem egy konkrét bírói ítélet. De olvassa az ítéletet? Ugyanakkor magát az ítéletet olvastam. Pontosan megfogalmazom most tételesen, hogy abban mi szerepel, most így 3 év távolatában nem tudnám. Akkor nem pontosan. Nagyon találkozom. Én nem lennék ebbe bele. Köszönöm. A rendelkezésre állt ezen kívül a szabálysértési törvény, amely elég pontosan leírja, hogy mi az a magatartás és miért jogellenes az a magatartás, ami a gyöngyöspatai ügyben is tapasztalható volt. Fel kellett volna szólítani a járműzés abbahagyását, és amennyiben ezt nem történik meg, akkor elő lehetett volna állítani. A rendőrségnek egyensúlyozni kellett a között, hogy a mindkét oldalon jelentkező jogi igényeket, jogsérelmet... Hogy a mindkét oldalon jelentkező jogi igényeket kezelni tudja. De kit tekintünk két oldalra? A kisebbséget tekintjük nyilvánvalóan az egyik oldalon. Az egyik oldalnak a kisebbséget tekintjük nyilvánvalóan. Most a Szedélyvédett Polgári Egyesületnél maradva, mert ott volt a szélsőség. A másik oldalról pedig a Szedélyvédett Polgári Egyesületet. De miért törvényszerűség az, hogy nem kell két, miért van két oldal? Hát van két pólus, mert a két pólus között az első időszakot érintően a két pólus közötti ellentét. De a rendőrségnek nem az abszolút jogszabályt kell alkalmazni a konkrét esetre? Tehát, hogy egy jogalkalmazó szervnek a tevékenysége kapcsán ennek a pozícionálásnak mi az értelme? A rendőrségnek a törvény, az alkotmány és a törvény is rend érdekében kell föllépni, és nem mérlegelhet, és nem egyensúlyozhat különböző felek között. Mert ez azt a benyomást keltheti, hogy a rendőrség nem a törvényt akar beérvésíteni, hanem valamiféle egyensúlyt keres, jogsértők és nem jogsértők. Hanem valami... A Szedélyvédett Polgári Egyesület kifinomultan ügyelt arra, hogy milyen jogszabályi háttérrel mit tart be és mit nem. Tehát jogászok valószínűleg, segített jogászok, bírói kérdésre alkalmasági képviselők, a Szemjövőért Polgári Egyesület tevékenységét képzett jogászok is segíthették. Az az érvelés pedig számomra eléggé megdöbbentő, hogy az alperes arra hivatkozik, hogy a jogsértők mögött képzett jogászok vannak. Hát akkor ezek szerint a törzsöltek az emberekkel szemben óvatosan kell bánni. De ez önmagában, tehát az, hogy valakinek a jogásznak képzett vagy nem képzett, nyilván az függ attól, hogy kinek mennyi pénze van megfizetni. Nyilván egy gimnáziumi osztálytárs...